Sziasztok, Petra vagyok, és a következő néhány percben abban fogok nektek segíteni, hogy hogyan tudjátok az Apple Watch-otokat külön mobileszközként is használni. Ahhoz, hogy önálló mobileszközként tudjuk használni az Apple Watch-unkat, a legfontosabb arról meggyőződnünk, hogy eSIM képes-e. Ezt kétféleképpen tudjátok megtenni. Az egyik az, hogy az óra oldalsó gombján találtok egy piros karikát, illetve hogy a telefonotokon, a Watch applikációban megjelenik a mobilhálózat opció. Ezen felül a további feltételeket megtaláljátok a videó leírásában található linken. Miután megbizonyosodtál arról, hogy minden feltételnek megfelelsz, most megmutatom, hogyan tudod beállítani a mobil kapcsolatot az órádon. Először is a telefonodon nyisd meg a Watch alkalmazást, keresd meg a mobilhálózat menüpontot, ahol csak kattints a mobilhálózat beállítása lehetőségre. A megjelenő telekomos felületen azonosítanod kell magad egy e-mail cím vagy telefonszám azonosítóval és az ahhoz tartozó jelszóval. A bejelentkezést követően a mobil kapcsolat beállításához szükséged lesz egy multiszim szolgáltatásra, aminek segítségével meg tudod osztani az órádon a meglévő mobil előfizetésedet, így egyszerre mind a két eszközödön tudod használni az előfizetésed, és nem lesz szükség új telefonszámra. Itt lehetőséged van új, vagy már meglévő multiszim beállítására. Abban az esetben, ha még nincs ilyen szolgáltatásod, válaszd az új multiszín megrendelése lehetőséget, ahol a feltételek elfogadását követően a megrendelés és a szolgáltatás aktiválás azonnal meg is történik, és automatikusan letöltésre kerül az órádra. A kilépést követően a multiszín szolgáltatásod meg is jelenik a Watch alkalmazásban. A mobil kapcsolat ellenőrzéséhez az órádon kapcsolt ki a Bluetooth-t, hogy az ne tudjon a telefonodhoz csatlakozni, így a vezérlőközpontban a mobil kapcsolat ikonja zöldre vált, ami azt jelzi, hogy működik a mobil hálózat. Köszönöm, hogy velem tartottatok, várlak titeket a következő epizódban!